Az 1980-as években több mint 300 ezer hektár öntözött terület volt, azonban ez a 2000-es évekre radikálisan lecsökkent alig 100 ezer hektárra, ami a hazai termőterületek 2%-a. Többek között ezt a számot szeretné a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növelni az elmúlt időszakban meghozott vízjogi változtatásokkal és a pályázati lehetőségekkel. A termelők több okból nem öntöznek manapság, egyrészt a termesztett növénykultúra nem igényli annyira az öntözést, másrészt nagyon magasak az öntözőrendszer felállításának, üzemeltetésének és engedélyeztetésének költségei, valamint hiányzik az öntözési ismeret. Ezekre a problémákra akarnak megoldást találni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában. Ezért találták ki az öntözési közösséget. Annyira elaprózódott ma Magyarországon a birtok szerkezet, hogy nincsenek meg a mérethatékony birtoktestek. És mivel nincs meg a mérethatékony birtoktestet, mondjuk adott esetben egy 20 hektáros szántóföldi kultúrára nem biztos, hogy megéri oda vezetni több kilométerre csatornán keresztül a vizet, hiszen a csatornának a feltartását is finanszírozni kell. Tehát, hogy ezek egyensúlyban legyenek, egy olyan birtoktestet kell létrehozni, és ezt a jogalkotás az Agrárminisztérium 100 hektárban állapította meg, amihez vélehetően közösségbe kell állni. De ugye az együttműködési hajlandóság azért nem annyira magas Magyarországon, ezért társította a közösségekhez ösztönzőket, ugye mint szakhatósági tárdokumentációk elkészítése, vagy például ez az új pályázati felhívás, amiben további 90%-kal próbálja majd támogatni a közösségeket, illetve az, hogy magasabb támogatási intenzitást tud majd kapni az öntözéses beruházásos programba. A lépcső az úgy néz ki, hogy először legyen meg a szándék, ugye a termelői közösség, hogy nekünk mi ketten vagy hárman, tehát minimum két fő, természetesen ennél több is lehet, és megvan a 100 hektárunk. Az első feladat az, hogy el kell ismertetni magunkat öntözési közösségnek, ugye ezt a Nemzeti Földügyi Központ által majd az Agrárminiszter fogja elismerni. Ha ő elismert közösség, onnantól kezdve bemehet a vidékfejlesztési program öntözéses pályázatába. Az öntözési közösségek létrehozása a gazdák anyagi tehermentesítését is jelentik, főleg ha a meghirdetett pályázatokat kihasználják. Ősszel várjuk egy újabb pályázati felhívás megnyitását, amit magát az együttműködést, együtt öntözési közösségeket fogja támogatni. Ez magának a rendszernek a fenntartási és üzemeltetési költségeit lenne hivatott támogatni, de ennek a pályázati felhívásnak a megjelenését még várjuk. A közel 50 milliárd forintos EU-s pályázati forrás 60%-os kihasználtságon tart. A szakértő szerint érdemes megragadni a lehetőséget. Az igényelhető visszanemtérítendő támogatás 1 milliárd forint, kollektív esetén 2 milliárd forint. Ha megjelennek a módosítások az ősszel, ez az öntözési közösség erre a 2 milliárd forintra tud pályázni egy 70%-os támogatási intenzitással. És mire tud pályázni? Egyrészt vízvisszatartó létesítményekben. A térségben én azt gondolom, bár ehhez kellene egy területileg felkészült vízügyi tervező. A térségben véletlenül ilyen hibrid módszerek tudnak kialakításra kerülni, a felszíni vízellátottság kicsit korlátos, tehát felszíni vízből, illetve felszín alatti vízből, illetve vízvisszatartásban. Tehát egyrészt a víz visszatartással lehet pályázni, szűrőmezőkre ez inkább vízminőségi védelmi pályázati felhívás, melliorált utaknak a kialakítására, meglévő öntözőrendszereknek a korszerűsítésére és új öntözőrendszerek beszerzésére. Azért ez nagyon-nagyon fontos, hogy öntet a nettó területnövekedést, a teljesen új területet bevonni öntözésben csak jó állapotú víztesteken lehet.